különleges produkciókkal várta az állatpark látogatóit. Augusztus 20-án, ugyanis az Európa szerte híres létesítmény idén ünnepli 20. születésnapját, így minden hónap 20-án meglepetéssel kedveskedik mindazoknak, akik az állatparkot választják ki kapcsolódás gyanánt. Köszönjük szépen mindenkinek! Szemmel láthatóan tetszett a közönségnek a papagájshow, de ugyanilyen népszerűek voltak a fókák is. A lelátón, ahonnan a nem mindennapi intelligenciával rendelkező emlősök produkcióját lehetett megnézni, egyetlen üres hely sem volt, mindkét bemutató egyedülálló Magyarországon. A Nyíregyházi Állatpark 1996-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az elmúlt két évtized alatt nagyon sokat fejlődött a sóstói létesítmény. Idén januárban parkunkra felkerült a korona, hiszen 2015-ben megválasztottak minket Európa legjobb állatkertjének a kategóriánkban. 20 évesek vagyunk, ezt elérni hatalmas dolog. Összefoglalni igen nehéz, hogy mik történtek itt. Azt tudjuk, akik főleg Nyíregyházáról jönnek és évente látogatnak, hogy mindig újdonsággal szolgálunk a vendégeknek. Most már több mint 500 faj, 5000 egyede van, vastagbőrűben, medvefélékben és nagymacskákban is a paletta az óriási, és ilyen fóka vagy papagáj bemutató sem látható máshol az országban. A születésnapi tervhez igazodóan augusztus 20-án is több új lakót köszönthettek a park látogatói, így a harlekin arapapagájokat és az odújukból kikandikáló vörös pandaikreket. Az Európa szerte híres állatparkra nem csak a helyiek kíváncsiak, külföldről és az ország különböző pontjairól is érkeznek ide látogatók. Mi 60-ból jöttünk, és ez egy nagyon jó kirándulás így a családnak, tehát nem a környékben valóak vagyunk, úgyhogy így legalább be tudjuk járni az országnak ezen részét is. A születésnapon nem csupán a park lakóit és az állatbemutatókat tekinthették meg az érdeklődők, hanem kísérő rendezvényeken is részt vehettek. Volt arcfestés, bábelőadás és botanikai ismeretterjesztő bemutató is a növények szerelmeseinek. A felnőttek pedig véradáson segíthettek embertársaikon. A Nyíregyházi Állatpark születésnapja alkalmából nyereményjátékot is hirdetett, amelynek sorsolását szombaton délután tartották. A nyertes egy kanári-szigeteki nyaraláson vehet részt az ünnepelt jóvoltából.